Köszöntöm nézőinket, Dobai Tamásné, Kugler Zsuzsanna, zongoratanárnő a vendégem. Köszöntöm szeretettel a Liszt Ferenc Művészeti Iskola pedagógusa, tanára. Hát én azt hiszem, hogy ha őszinte akarok lenni, kedves Zsuzsa, akkor azt kell mondjam önnek, hogy én nem vagyok egy muzikális alkat, nem vagyok egy zenei értő, de zeneszerető laikus vagyok, és talán a hangszerek közül az én tényleg abszolút botfülemnek, hogy így mondjam, a zongora az egyik olyan hangszer, amely talán a legcsodálatosabb. Nem tudom, hogy az, aki az életét ezzel a hangszerrel kötötte össze, az mit gondol erről? Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm. Hát egyrészt botfülű emberben nem igazán hiszek. Tele van az életünk ritmussal, zenével, hangokkal, színekkel. Egyrészt, másrészt pedig most már az unokáimon is látom, hogy a egy hang magasságon beszélés, éneklés után milyen szépen lassan differenciálódik ez az egész, tehát megkülönböztet, hogy mikor hallja ezt nem tudom megmondani, de hogy mikortól tudja visszaadni, ez abszolút fokozatos és folyamatos. Sőt, ilyen tanítványom is van ma is, aki úgy került zongorázáshoz, tehát zongorát tanulni úgy kezdett, hogy hát nem énekelt tisztán. És évek alatt, 2-3 év alatt olyan szépen kitisztult a hallása és az énekhangja is, hogy hát ezt Kodály már mondta ezelőtt sok-sok évvel. Hogy a zongora mellett meg különösen azért könnyű, ezt a rosszmájú kollégáim szokták mondani, hogy ja, hát igen, zongorázni könnyű, ott a billentyű. Sőt, van egy másik nézőpont, és ezt viszont Sviatoszláv Richter, nagyon-nagyon híres neves zongoraművész mondta, hogy igen, hát zongorázni annyi, hogy a megfelelő billentyűt a megfelelő időben, a megfelelő módon leütni. Hát ez más hangszerre is igaz. Így van. Mindent meg lehet három szóban fogalmazni természetesen, azzal együtt, hogy nagyon igaz, és mégis közte óriási tértávolság, és ismeret, és készség, és maga az egész zenetörténet és művészet minden közte van. Kedves Zsuzsa, hol kezdődött ez a dolog? Gyerekkorban már inspirálták a muzsika, a zene a hangszer felé? Érezték, hogy itt azért önben valami több leletszik, mint egy gyermeki érdeklődés, tanulni vágyás? Hát ez egy érdekes történet. Az én gyerekkorom az 50-es évek elejére teendő, amikor még nem volt olyan nagyon nagy távolságot tőlünk a II. Világháború, meg annak az utóhatásai. Nagyapám órás és ékszerész volt, és abban az időben sokan nem tudtak fizetni az ő munkájáért pénzzel, meg nem is volt sokszor célszerű, egy jó darabig nem volt célszerű az infláció miatt. Így aztán hozzákerült egy pianino. Elég rozzant volt, de működőképes. És az összes unoka, 8-an voltunk unokatestvérek, azok közül én voltam az, aki rögtön pattantam oda, és próbálgattam, és ezt látva a szüleim elkezdtek tanítatni, azt hiszem 6 éves koromtól kezdve. Ez egy falu, nem, ez Bács-Kiskun megyében, Kecskemét közelében Lajos Mizsén volt. És amikor már pályát kellett választani, akkor a zene elsődleges szempont volt? Abszolút. Egy nagyon nagyszerű ember és tanár volt az, aki engem tanított, és ez azt hiszem, hogy mindenkinek nagyon fontos. Valahol van egy pont, akitől az inspirációt kapja az ember. Agócsi Ida nénének hívták, aki tanult szolfést, annak még van az emlékében ilyen, hogy Agócsi féle szolfés példatár, Agócsi Lassi bácsinak a nővére volt, aki engem tanított, kitűnő muzsikus volt, egy hallatlan empátiával közeledett a gyerekekhez, nagy-nagy türelme volt, és rögtön észrevette a gyerekekbe, hogyha valakiben valami több volt, mint ami egy átlagos esetben szokott lenni. A kisfaluból merre vezetett az út aztán, akár a tanulmányok kapcsán, akár később a pályát, az élet, nagybetűs életet elkezdve? Hát a kisfaluból Pécsre kerültem, ez a második nekifutás volt középiskolában, a zenegimnáziumban jelentkeztem. Második nekifutás volt, mert mint mondtam, nem csak a II. Világháború, hanem a későbbiekben 56 is nagyon közel volt, 61-be kerültem középiskolába, és akkor még az nagyon sokat számított, hogy mi volt az apám 56 előtt, és mivel az apám az egyéb kategóriába tartozott, ami akkor kifejezett hátrány volt, így Szegedre nem vettek föl, viszont a pécsi igazgató még ma is él, és egészséges, és virul, Antal Gyurka bácsi azt mondta, hogy ő fütyül ezekre. És sokan bekerültünk olyanok, akik egyébként nem kerültünk volna be, viszont a teljesítményünk olyan volt, ami méltányolandó. Így történt. Pécs után? Pécs után, hát az egy hosszú időszak volt, ugye, mert a középiskolát és a főiskolát is ott végeztük.
mikor végeztem, akkor én Nagykanizsát pályáztam meg, ami nagyon messze esik az Alföldtől. De itt már a pár kapcsolat is benne volt itt a háttérben és a motivációban. Azon kívül, hogy elkezdtem egy másik hangszert, a fuvolát is elkezdtem tanulni, és egy olyan érettségi közeli szintig tanultam ezt már úgy második hangszerként, és már a tanulmányaim lezárása után. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy a főiskolai évek alatt már kibontakozott a szerelem is, a hangszer melletti szerelem, ami már azért befolyásolta a későbbi döntést. Nagykanizsán már mint család, férj és feleség éltek, vagy még keresték a lehetőségeket, még próbálták az alapokat megteremteni? Mondjuk így, ezt az utóbbit, de egyébként akkor én még egyedül éltem, ugyan már házasságban, de még a férjem Pécsen élt, és próbáltuk a lehetőségeket föltárni. Hát az se volt egy leány álom, akkoriban lakás lehetőség az nagyon-nagyon, körülbelül ugyanúgy a nulla közelében járt, mint ahogy ma, azzal a különbséggel, hogy még akkor venni se nagyon lehetett. Nem is tudtunk volna, hozzáteszem, de nem is nagyon lehetett. És ezek után, a lehetőségek után kutatva, meg apósomék életkorát nézve, akik viszonylag kései gyerekként kapták meg volt férjemet, az ő közelükbe szerettünk volna lenni, így aztán a következő állomás hely Baja volt, ahol 7 évet töltöttünk, azután kerültünk Szekszárdra 78-tól. Baján szintén zenét tanított. Szintén, igen, mind a ketten, igen. Férje milyen hangszeren? Zongora, fuvola. Szintén, igen. Akkor ez egy jó párosítás. Igen. Szekszárdra hogyan kerültek? Mikor jött el az a pont, amikor ezt a Tolna megyei kis megyeszékhelyt látták alkalmasnak a letelepedésre? Bizonyára ismert sokak előtt, majd a 2004-es évben újra sorra kerül a megrendezése. Liszt Ferenc nevével filmjezett tanári zongora versenyek kapcsán kerültünk mi Szekszárdal egyáltalán valamilyen kontaktusba. A férjem kitűnő zongorista, és részt vett ezeken a zongora versenyeken. Külön díjas volt, azt hiszem harmadik helyezett, de ezt most meg kellene, hogy nézzem pontosan, mert elég régen volt. Olyan sok díj van már. igen. És akkor kapott ő egy invitálást. És miután megszületett már a harmadik gyerekünk is, és igazából ott én nem nagyon... Ő az utolsó? Bocsánat, a gyerekek. Ő az utolsó, igen. Akkor én úgy gondoltam, hogy ezzel a lehetőséggel lehet, hogy élnünk kellene. És különben is én vagyok a nagy motor ebben, hogy akkor most merre menjünk meg, hogyan kezdeményezünk. És akkor megpályáztuk, és megkaptuk Szekszárdot. Mind a ketten az állás lehetőséget az akkori zeneiskolában. Hamar megszerettek itt? Tulajdonképpen igen. Igen, nagyon sok volt diáktársunkkal együtt dolgoztunk elejétől fogva, ami sok mindent megkönnyített természetesen. Miközben készültünk erre a beszélgetésre, pár szót váltottunk, és akkor utalt arra, hogy külföldi tapasztalatokkal is gazdagodott, vagy nem tudom, hogy mondhatom-e, többes számban gazdagodtak. Igen. Az egész család részt vett a külföldi tapasztalatszerzésben, vagy csak ön? Hát majdnem az egész család, úgy mondjuk. Van két fiam és egy lányom. Az idősebbik fiam érettség után egy évet katona volt, és így nulladik évvel bekerült a Műszaki Egyetemre Budapestre. Ő maradt egyedül itthon, mint első éves egyetemista. Mi négyen mentünk ki külföldre, és hát nagyon nagy mértékben gazdagította az ember. Finnországban, igen. Nagyon nagy mértékben hallatlanul edzi az embert az olyan helyzet, amikor a nyelvet még nem bírom, legalábbis nem azon a szinten. Jó, angolul valamennyit megtanultam ahhoz, hogy azért az ember elboldoguljon, németül nem nagyon beszélnek kint. De szóval minden esetre egy olyan szituációk sorozatába meg tömkelegébe kerül az ember, amit már akkor is meg kell tudni oldani, ha esetleg nem perfekt értjük egymást. És ez a gyerekekkel is hallatlanul érdekes volt. Nagyon-nagyon érdekes volt. A különbség a magyar és a finn gyerekek között például, a zeneiségük, a személyiségük mennyire más például. Vannak persze hasonlóságok is, de nagyon eltérőek tudunk lenni. Ez az északi irányban lévő 1100 kilométeres távolság nagyon sokat tesz például. Szintén tanítottak ki? Igen, kifejezetten. Hogy jött ez a lehetőség? Próbálkoztunk, vagy legalábbis a gondolattal foglalkoztunk már korábban, és ahogy a fiúk kezdtek, illetve a gyerekek kezdtek nőni, hát mivel a két fiú a nagyobb, azért elsősorban őket említettem, akkor úgy gondolkodtunk rajta, hogy német nyelvterületen kellene próbálkozni, akkor kezdődött ez, hogy magyar muzsikusok kerestek külföldön lehetőséget. A nagyon szűk megélhetési gond, tehát nagyon sokféle gond is hozzájárult természetesen, meg az is, hogy az ember nem biztos, hogy nagyon jól érzi, vagy jól érezte magát abban a közegben, ami akkori itthon volt. És
valahogy abból a német nyelvterületből nem lett semmit. Lehet, hogy nem kerestük igazán intenzívet. Ez mely időszakra tehető? Bocsánat, hogy közben. Hát ez olyan 80-as évek első fele, amikor már itt az infláció rendesen meglódult, a fizetéseink jól lemaradtak, a gyerekek viszont nagyon intenzíven nőttek. És hát ez egy ilyen komoly ellentmondásos, illetve nagyon-nagyon nehezen átidalható helyzet. Plusz az érzékeny idegrendszerünk természetesen, ami mindannyiunké az, de aki művészeti ágakkal foglalkozik, az meg még a munka során is érzékenyebbé válik, mint amilyen eredendően volt. Úgyhogy kerestük akkor a lehetőséget, akkor nem jött össze, tehát 80-as évek elején, de azért ez mégse ült el egészen, és akkoriban már Németországban vagy Ausztriában nem lehetett találni, vagy legalábbis nem sikerült találni, így aztán azt hiszem egy országos filharmóniában dolgozó ismerős révén adódott a Finnország. Meg volt is Tamásnak egy Finnországban élő festőművész barátja, és ilyen összefogással sikerült megpályázni és elfoglalni ezt az állást, vagy ezeket az állásokat. Mit adhat egy ilyen külföldi tapasztalat? Tehát mi lehet az a motiváló erő, ami mégis azért ide visszavezeti az utat? Mert hogyha bizonyos szempontból, akár csak nézzük az anyagi megbecsülést, de biztos, hogy lehet találni egy csomó mást is, ami miatt odahúzzuk a strigulákat inkább, akkor mi az, ami mégis azt mondja, hogy hát köszönöm, ennyi elég volt, nyertem, láttam, tapasztaltam, de vissza haza. Igen, úgy beszél róla, mint aki már ezt megtapasztalta. Így van, igen. Nagyon-nagyon sokat adott ez a két év. Remélem, a végére is jutok a mondokámnak. Nagyon sokat, rengeteg olyan szituációba csöppentünk bele, ahol azokat a készségeinket használjuk, ami egyébként nem igazán használatos ma, talán azt mondhatom, maradjunk ennyiben. Tehát amikor egy kicsit rá kell éreznem a másikra, és a másiknak is rá kell éreznie én rám, mert gondjaim vannak a kifejezésekkel, és neki legalább magában segítenie kell, hogy pontosan érte engem, és én nekem meg állandóan kontrollálnom, hogy világos-e, amit mondok, értjük-e egymást, és ez egy olyan hallatlan nagy mozgató erő az embernek, amire a szakmánkban is nagyon nagy szükség van. A gyerekekkel ugyanez volt a helyzet, azon kívül, hogy, vagy azon túl, hogy a gyerek, ahogy hozzáér az ember a kezéhez, mert vannak olyan esetek, amikor egyszerűbb megmutatni az ő kezével együtt, mint elmagyarázni, pláne ha még nehézségeim is vannak a nyelvben, és elhúzza a kezét, hogy ne érjek hozzá. Mert hogy más kultúrkör, más szokások, egészen más világ, ezek között voltak egészen piciny kis falvak, béli gyerekek is természetesen, nem tudom, hogy ezen múlott-e, máson múlott-e, de hogy ezt kellőképpen alátámasztam, egy már több éve kint dolgozó magyar kolléganőnk mondta, mikor beült a mínusz 36 fokban az autójába, hogy így összerázkodott, hogy mennyire hideg van, és a növendéke rászott, hogy ezt nálunk úgy tanítják, hogy nem szabad mutatnod, hogy fázol. Jézusom. Igen. Igen, na most ilyen közegben az ember meggondolja, hogy hogyan lehet zenét tanítani, és mégis lehet. És tehát mégis ez egy lehet. Nagy feladat így volt van, megtalálni így van. Az utat. Így van, és azért még mindig szeretem a kihívásokat, megmondom őszintén. Nagyon érdekes volt, és még a mai napig is nagyon kedves kapcsolataim vannak, a barátaimmal abszolút, hát napra kész, ünnepekre kész, de a többiekkel is volt férjemen keresztül üdvözletöket küldünk egymásnak, tehát tartós, maradandó nyomokat hagytunk egymásban. Akkor hát térjünk vissza ide a mi kis városunkba, a Liszt Ferenc Művészeti Iskolába. Tudom, Zsuzsa, hogy nagyon sok tanítványa van, sőt, voltam már abban a helyzetben is, hogy olyan alkalomból készíthettem önnel riportot, amikor egy-egy tanítványa országos versenyen első díjat nyert. Mit lehet mondani az itteni gyerekekről? Őket azt hiszem, hogy lehet tanítani, és ahogy én csak így ritkán megtapasztalhattam ezt, nagyon nyitott és nagyon kész gyerekek a zene befogadására. Így van, ezt maximálisan csak alá tudom húzni, vagy meg elismételni esetleg. Teljesen más temperamentum, teljesen más beállítottság. Most persze a korunk is halad egy olyan irányba, ami nem biztos, hogy kedvez a művészetekben való elmélyülésnek. De az, hogy ránézek egy gyerekre, mondok neki valamit, és csillog a szeme vissza. És érzi az ember, hogy amit mondtam, vagy amit mutattam, vagy amit szeretnék vele megéreztetni, arra ő tökéletesen vevő abban a pillanatban, nem biztos, hogy meg tudja csinálni, de igénye van arra, hogy megkísérelje.
és nekem meg lehetőségem van arra, hogy a legközelebbi alkalommal ezt úgy le tudjam mérni, és hallatlan sokat érnek a gyerekek egyik alkalomtól a másikig, különösen egy ilyen extra jelenség, mint ez a kis leány, aki igazából nekem nem is olyan szempontból nagy büszkeség, hogy országos első lett, az is egy borzasztó nagy öröm. Hanem talán ez az életkoromból adódik, hogy egy hallatlan mélység van egy gyerekben. Egy olyan, amire csak az ember a legritkább és a legihletettebb állapotokban tud ráérezni. És a gyerek valamilyen módon ezt érzékeli és reagálja, és visszakapok olyan sokat abból, amit az ember próbál nekik megmutatni. Azon kívül pedig ugyan egyre zajosodó életünk, a mobilok, a csipogó közlekedési lámpák és az élet külső zajai. Igen. Ezzel szemben ez egy alapvetően egy csöndes, elmélyülő munkát igényel, az, hogy valaki hangszert tanuljon, legalábbis egy ponton túl. És ez azért nem könnyű. Szóval minden ellene tesz a számítógép, én vadonatúj számítógép tulajdonos vagyok, és rettenetesen eufóriában vagyok az internetezés lehetőségétől, de hát ez is csak egy szelvénye nyilván az életünknek. Az az érzésem, hogy ha valami hivatást, élethivatást vagy feladatot tud az ember megfogalmazni saját magának, akkor lehet, hogy az a feladatunk, talán itt többes számban, hogy valamilyen harmóniát visszacsöpögtessünk egy kicsit a ma emberébe, vagy a holnap emberébe azáltal, hogy évszázadok muzsikájának a birtokosai, vagy ismerői vagyunk, vagy nem is tudom, hogy nagyon szerényen szerettem volna mondani, nem remélem, hogy úgy is veszik. Nem kell ezt szerényen mondani. Nem, szóval, mert az ember folyamatosan tanulja, tehát ez nem egy olyan mesterség, hogy akkor megtanultam valahány éven keresztül, itt a pont, innen kezdve már csak azt használom, amit eddig tanultam, nem ezt naponta tanuljuk. Gyerekeken keresztül, növendékeken keresztül tanuljuk, mert nagyon-nagyon sokat lehet tőlük tanulni. Olyan értelemben, hogy ők állandóan jeleket adnak le, megmutatják a hangszer mellett, a hangszeren azt, hogy ők hogyan érzik, anélkül, hogy az ember felszólítaná. Hanem ez egy természetes közlési vágy, csak ezt meg kell hallani. És akkor erre, ez egy nagyon izgalmas folyamat, ebből építkezni, és akkor mi lesz ebből? És van olyan, hogy lesz belőle egy országos első díj, ami mérhető, de ami nem mérhető, az akkor is olyan, hogy én biztos vagyok benne, hogy csak is a javukra vált, és csak is a személyiségük harmonikusabb átételére vált, hogy nyitottabbak lettek, hogy jobban működnek. Ebben én egészen biztos vagyok. Most éppen napokban emlékeztünk vissza egyik kolléganővel, hogy csak az elmúlt 6-7 évben hány olyan remek ember ment át a kezem, vagyis ment el tőlem, inkább úgy mondom, vagyis ment el a zenetanulástól, akikről biztosan tudom, hogy egy életre megérintette, és nagyon értelmes emberkék lettek belőle. Azok is voltak nyilván, de segít kibontakozni egy az életben, ebben mélyen hiszek. Kicsit ne dolgozzunk. Mit csinál, amikor nem dolgozik, amikor most internetezik, a számítógépet tanulja, ez kiderült, ez talán egy új hobbi, de mi van más még, ami nagyon érdekli, ami kikapcsol, ami talán egy kicsit a családi körbe helyezi önt elsősorban, és nem a tanítványok közé. Hát persze ez mindegyik valahogy összefügg egymással. Ettől nem lehet elszakadni? Nem. Először is a két fiúnak van, két fiamnak van három gyermeke, ez az, hogy 6 unokám van. És azt hát akkor azt hiszem, hogy a szabad idő. Unalomról nincs szó, de azért így évközben nem olyan nagyon sűrűn találkozunk, mondjuk 3-4 hetente, mikor, hogy sikerül, mikor, hogyan alakulnak a kölcsönösen a programjaink. Ez az egyik, a másik meg, hát bennük is, vagy velük kapcsolatban is pedagógus maradok persze, hogy az ember látja, hogy ezek a picikék egy ekkora maroknyi gyerekből, ugye 6 és negyed éves a legnagyobbik, hogy hogyan érik, hogy fejlődik, hogy nyílik az értelme, hogy nyílik a lelke, vagy az önmagában az, hogy a három gyerek ahogy egymás mellett nő föl. Nyáron mindegyik nyaralt nálam legalább egy-egy hetet, hanem a legnagyobbik az többet is. És ahogy néztem a játszótéren például, hogy kommunikálnak egymással, hogy oldják meg a problémákat, hallatlanul tanúságos. És én azt tudom mondani újra, miután nekem is 3 gyerekem van, hogy nem szabad félni a gyerekektől. Az a jó nekik, hogyha testvérek között nőnek fel, akkor is a szegény anyukat időnként meg apjukat kiidegelik, ahogy ma szokták mondani. De nem szabad tőlük félni, mert borzasztóan jól veszik alapot egymással. Tehát annyira jól kommunikálnak, hogy ez hallatlan. Nagy élvezet ezt is nézni.
Aztán, ami még nagyon érdekel, emellett kórustag vagyok, a Madrigál kórus tagja, meg se tudom mondani hány éve, 17 legalább. Gyönyörű műveket énekelünk. És ugyanaz is zene, de a hangunk az megint más. Az nem egy külső objektum, hanem bennünk van, és ez egy megint egy olyan folyamat, ami az emberben egy nagyon mély rezonanciát, nem csak fizikai rezgést, hanem egy nagyon mély rezonanciát vált ki. És mindig minden koncertünkön, minden fölépésünk van egy-egy olyan pillanat, amikor az ember lelke mélyén érintetté válik, és éppen tegnap találtam ott az iskolánkban, a Fali Újságon egyik levélnek a legelején, hogy Szokratésznek tulajdonítják azt, hogy a művészettel, a zenével való nevelés azért is nélkülözhetetlen, mert a ritmus és a harmónia az ember lelkének a középpontját érinti meg. Hogy ez alatt mit értettek, azt érdemes lenne végig gondolni. Tehát, hogy valahol nagyon mélyen érinti meg az embert a zene, és ebből viszont csodálatos dolgok születnek. Biztos vagyok benne egyébként, hogy diszharmonikus ember, aki folyton zizeg, folyton nyüzsög, abból olyan zenész, aki a koncertpódiumon tud valamit adni a hallgatóknak, valószínűleg soha nem lesz, ha csak nem változik át. Közelmúltban volt, az elmúlt hetekben volt egy olyan élményem, hogy zsűriztem egy helyen, hogy egy olyan 16 év körüli kislány, nagylány, egy olyan lisztdarabot játszott, ami zenei, tehát nem technikailag nehéz, hogy most mennyire fut a keze, vagy mennyire nem, hanem egy nagyon érzékeny embert igényelt. És megállt a levegő a teremben, ezt én egészen világosan érzékeltem, és utána, amikor kérdeztem, hogy ebből ő mit érzett, észrevette-e? Nem. Tehát nyilván még ahhoz talán fiatal, nem is, nagy valószínűséggel nem ezzel fog foglalkozni, de őszintén szólva én ezt már középiskolás koromtól kezdve éreztem, hogy ezekért érdemes, ezekért a pillanatokért érdemes élni. Ha valamiért érdemes még ma is gyakorolni, meg kiállni pódiumra, én csak kísérni szoktam, vagy kamarazenét játszom, akkor emiatt, hogy az ember érzi, hogy egy olyan áramkörbe került, ami csak is inspirál, és csak is fölfelé vezet. Zsuzsa, beszélgetésünk végén hadd kérdezzek egyet. Megütötte a fülemet az a mondat, utalt rá, hogy világunk nem abba az irányba halad, ami a művészeteknek kedvezne, és talán éppen ezen gondolat sort folytatva mondta azt, hogy a zene tanuláshoz, vagy akár a zene értéshez, ehhez a világhoz egy olyan nyugalom, egy olyan harmónia kell, amit sajnos a környező világunk tényleg nagyon-nagyon ritkán teremt meg számunkra. Mi ebben a mi szerepünk, és mit tanácsol akár annak, aki zenével foglalkozik, akár annak, aki csak szeretné ezeket a pillanatokat, ezeket a harmóniákat megélni, mit tegyen, hogyan találjuk meg ezt az utat? Hát ezt jó lenne, ha egy mondatban meg tudnám mondani. Én inkább csak annyit tudok mondani, hogy amit én tudok, vagy amit mi zenetanárok tudunk adni a gyerekeknek, vagy akár felnőtteknek, érdeklődőknek, hogy a hangszertanulás révén, addig, amíg ezzel a feladattal, vagy élvezettel, idővel élvezetté válik, birkózunk, addig megpróbálunk csak arra figyelni. Tehát minden mást kirekeszteni, és ez a legfőbb nehézség a mai életben pont ez, hogy cikázik mindenki mindenfelé, a figyelme is. És amit az iskolában meg lehet oldani úgy, hogy készültem, nem készültem, lehet, hogy megúszom, mert el tudok veszni a 21 néhány emberben, most már hál' Istennek nem beszélünk 30 meg 40 valahányról, ott van esélyem rá megúszni, nálunk erre nincs, de ez nem negatív jelenség, hanem ezt a gyerek, azt hiszem, vagy a növendékek második, harmadik alkalommal érzékelik, hogy elvárják tőlem, hogy készüljek az órára, és nekem az jó, hogyha az, amit otthon átnéztem, olyan felszabadító érzés, hogy itt is tudtam, és akkor ennek a folyamatnak egy valahol, mit tudom én, fél éven belül belép egy olyan tényezője, hogy még hangversenyen is meg tudom mutatni a szüleimnek, a nagymamáiknak, a haverjaimnak, hogy mit tudok. És nem nagy dolog ez egyébként. Tehát soha nem adunk olyan, vagy legalábbis arra törekszünk, hogy ne adjunk megoldhatatlan feladatokat a gyerekeknek, amiben egyébként minél nehezebb, akkor is minden segítséget próbálunk megadni. De hogy az az egészséges önmegmutatási vágy, az úgy tudjon érvényesülni, hogy közben épüljön is a személyisége. Tehát, hogy arra figyeljen, amit csinál, csak arra és semmi másra. Azért vannak olyan gyerekek, akik ezt nem biztos, hogy meg tudják csinálni, de ez nagyon elenyésző.
inkább türelmetlenekké válnak, ugye a második év folyamán szoktak olyan, azt gondolják, hogy elsőben, ó, hát én már olyan sok mindent megtanultam, hogy mindjárt két kézzel akarom a másodikos darabokat játszani, az még azért nem szokott sikerülni, és akkor könnyen türelmüket vesztik, akik a nagyon jó kis temperamentumos magyar fajták. Ebben kell, hogy az ember a kezüket fogva szorítsa rá őket, vagyis csitítsa, hogy lassan, először csak az egyiket, aztán a másikat, akkor két-két, szóval megvan ennek az útja, módja, de érdemes végigjárni, én csak ezt tudom mondani. Keressük tehát a zenét. És keressük a zenét. Keressük a zenét, akkor is, ha botfülűnek nyilvánítjuk magunkat. Nagyon szép koncertek is vannak, amiben kicsit érdemes megmártózni. Kamarazene egy olyan intim műfaj, ahol két ember, három ember műveli ezt a zenét, egymásra figyelve, és ebbe az áramkörben megpróbálni bekapcsolódni, akkor is, hogyha nem biztos, hogy el tudok benne tájékozódni. Jó esik a fülemnek, jó esik a lelkemnek, csak ennyi. De ez a beszélgetés az én fülemnek és lelkemnek is jól esett. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. A nézőknek a figyelmet köszönöm meg. Minden jót mindenkinek, viszontlátásra!